Mi lenne, hogyha nem léteznének az országhatárok? Ha valójában egyetlen ország létezne csak a bolygónkon, az Egyesített Föld. Eljönne a Kánaán, és mindenki szeretné egymást. Véget vethetnénk az összes háborúnak. Vagy éppen pont emiatt robbanna ki még több konfliktus. Sziasztok! Márk vagyok a tízes listától, és ma nézzük meg, milyen lenne az életünk, ha a Föld egyetlen országból állna. Több mint 7 milliárd ember él a Földön, és különböző nemzetekre osztottuk fel magunkat, na meg ehhez nagyjából illeszkedő határokat húztunk a területeink közé háborúk és nem kevés vérontás által. De bizonyos szempontból valójában nem is léteznek nemzetek és országok, sőt a határokat is maximum csak a tengerek vagy a hegyek alkotják. Erre a nézőpontra Rusty Schweikart, az 1969-es Apollo 9 űrmisszió egyik tagja világított rá, miután küldetése során meglátta a Földet az űrből. Így egyben látni az otthonunkat nyilván teljesen más, mint a normál életünk során, vagy akár repülőről lenézve, úgyhogy nem is csoda, hogy ezután máshogy kezdett el tekinteni a világra és az emberiségre. Rusty rájött, hogy mindannyian ugyanannak a világnak a részei vagyunk. Hogy nem országokhoz vagy nemzetiségekhez tartozunk, hanem a Földhöz és az emberiséghez. Az űrből ugyanis egyetlen dolog látható. Egy nagy, vízzel és száraz földekkel borított gömb, amin az emberiség él. Csak közelebbről nézve látszik, hogy mennyi részre bontottuk szét a közös otthonunkat. Hiába érezzük különbözőnek magunkat, mindannyiunknak közösek a felmenői. Ha valahogy képesek lennénk a kezdetekig visszavezetni leszármazási vonalunkat, az eredmény az lenne, hogy mindannyiunk ugyanattól az ők és még sokszor ők nagyszülőtől származunk. A II. Világháború után, amikor az emberek kiirtották a Föld népességének kb. 3%-át, a globális vezetőkben felmerült az ötlet, hogy mi lenne, ha az addigi országok helyett egy világkormányt hoznának létre. Ennek pedig egyszerű célja lett volna, hogy ne kövessük el újra az addigi hibáinkat, és ne öljük egymást. Az ötletből nyilvánvalóan semmi se lett, de mi lett volna, ha mégis végigviszik? Megoldott volna minden problémát? Persze a valóságban még léteznek az országhatárok, amik sok szempontból limitálják a lehetőségeinket, de ezen segít a partnerünk, a NordVPN. Járd be a világot otthonról a NordVPN segítségével, amivel több mint 60 ország 5300 szerverére csatlakozhatsz pillanatok alatt. De miért is jó ez? Azért, mert így hozzáférhetsz olyan tartalmakhoz is, amik amúgy nálunk nem lennének elérhetők. Gondolhatsz itt akár az amerikai Netflix szélesebb kínálatára, de sok minden másra is. A NordVPN a biztonságos internetezésben is segít. Pár kattintás után már is teljes biztonságban érezheted magad, akárhonnan netezel, úgyhogy a kávézóban vagy más nyílt wifin keresztül se tudnak egykönnyen rácsatlakozni mások a telefonodra vagy éppen a laptopodra. A NordVPN a követőkódokat, a vírusokat és a veszélyes weboldalakat is száműzi a netezésből. Az internet mindenkié és a NordVPN-nel ezt tényleg ki is élvezheted. Próbáld ki te is hatalmas kedvezménnyel a linkünkön keresztül a NordVPN csomagját, és élvezd az igazi online szabadságot. Ha 2 évre előfizetsz, 4 hónapot ingyen kapsz ebből. Link a leírásban. Az emberiség nagy része már évszázadok óta szeretne világbékét, de amíg az országok háborúznak egymással, és emberek egymást politikai és vallási különbségek miatt robbantgatják, addig erre igazán kevés az esély. Emiatt logikus azt gondolni, hogy ha a világon az összes országot egyetlen közösbe vonnánk össze, akkor nem lenne miért és kivel harcolni. Ez viszont sajnos nem ilyen egyszerű. Tény, hogy alapértelmezetten kiirtanánk az országok közötti háborút, ha csak egy ország létezne, de ez nem jelenti azt, hogy az összes konfliktus is megszűnne ezzel együtt. Ráadásul iszonyat nehéz meló lenne véghez vinni ezt, ugyanis több ezer éves kultúrtörténeteket, rengeteg különböző nyelvet és pénznemet kellene egyesítenünk. Ez lenne az egyik legbonyolultabb dolog, amivel az emberiség valaha is megpróbálkozott. De megérni egyáltalán belevágni, vagy csak több gondot teremtenénk, mint amennyi előnnyel járna. Először nézzük meg az előnyöket, mert szerencsére van jó pár. Az emberiség egyesítésének egyik legfőbb előnye, hogy tényleg egy csapatként harcolhatnánk mindennel, ami fenyegetést jelentene ránk, és elvileg megszüntethetnénk a háborúkat is a Földön. Ha nincs több ország, akkor ugye nem is lenne ki ellen háborúzni. Jelenleg kb. 17 000 nukleáris fegyver van a bolygón Franciaország, Kína, az Egyesült Államok, Oroszország, Pakisztán, Izrael, India, az Egyesült Királyság és Észak-Korea birtokában. Ha ezeket használnánk is, teljesen mindegy lenne, hogy pontosan hol csapódik be, az egész világra szörnyű hatással lenne.
De nyilván nem csak az atomfegyverek, hanem a hagyományosak is hatalmas veszélyt jelentenek. Elég csak belegondolni abba, mi zajlik Ukrajnában, vagy a világ több pontján jelenleg, és egyből megértjük, mi a gond a háborúkkal. De akár a világháborúk pusztítására is gondolhatunk. Külön országok nélkül soha nem alakulna ki a jövőben területi viszály, sőt az erőforrásokat is sokkal szabadabban tudná mozgatni az emberiség oda, ahova szükséges lenne. Ha az egész világ egyetlen országként létezne, akkor a jelenlegi egyik legégetőbb problémával, az éghajlatváltozással is egységes erőként tudnánk megbirkózni. Papíron persze most is ugyanazért a célért küzd a világ nagy része, de ez a gyakorlatban nem mindig teljesül tökéletesen. Viszont egy országként már nem adott országok kibocsátását kellene szabályozni és a vezetőikben bízni, hogy ezt be is tartsák, hanem a Föld régióit kellene figyelni és fejleszteni. Teljesen más ez így. Sőt, az se fordulhatna elő, hogy egy terület szimplán nem törődik a problémával, mert sajnos erre volt is élő példa. 2015-ben sok másik országgal együtt a két legnagyobb szennyező, az Egyesült Államok és Kína a Párizsi Klímaegyezmény részeként vállalták, hogy jelentősen csökkentik az azt követő években az üvegházhatású gázok kibocsátását. Kína az ígéretének megfelelően hatalmas pénzeket fektetett tiszta energiaforrásokba, hogy teljesítse a kitűzött célokat. Az USA viszont Trump elnöksége alatt kilépett a vállalt kötelezettségei alól. Egy világkormánnyal, feltéve, hogy a megfelelő ember áll az élén, nem lennének ilyen problémáink. A klímaváltozással szemben globális tervet dolgoznánk ki, amit mindenhol be is kellene tartani. De nem csak a környezetünk módszeres elpusztítását állíthatnánk meg, hanem a természeti katasztrófák és a világjárványok idején is jól jönne egy globális kormány. Jelenleg a fejletlenebb országokat sokkal erősebben érintik az ilyen események, de ha az erőforrásokat az igényeknek megfelelően tudnánk szétosztani, a világ minden részének ugyanolyan esélye lenne felállni egy-egy katasztrófa után. Egy világkormány sokkal jobb életminőséget is teremthetne az embereknek. Ez részben a világ béke meglétéből eredne, ugyanis azt a rengeteg pénzt, amit elvisz a fegyverkezés, akár a globális egészségügyre és más szükségletekre is költhetnénk. Emellett, ha mindenki egyetlen kormány alá tartozna és ugyanazok a szabályok vonatkoznának mindenkire, könnyebb lenne az emberi jogokat is megvédeni és biztonságos munkakörülményeket létrehozni mindenki számára. Persze ez egy nagyon idealista gondolat, de a lehetőség adott lenne. Végül pedig egy globális országban a mostani több száz valuta helyett egy globális pénz nem lenne. Ez azt jelenteni, hogy nem lennének különbségek a valuták értékében, vagyis nyáron nem főne a fejünk, ha hirtelen sokkal drágábban tudunk csak forintot euróra váltani. Persze ez önmagában még az adott régió gazdasági erejét nem befolyásolná. Ugyanakkor a gazdaságra is élénkítő hatással lehetne, ha eltörölnénk az ország határokat. Nem csak, hogy egységes pénz nem lenne a Földön, hanem az Európai Unióhoz hasonlóan világszerte szabad lenne a kereskedelem és a munkaerő mozgás is. Vagyis a vám fogalmát örökre elfelejthetnénk, és nem is kellene nagyon elgondolkozni azon, hogy mondjuk Németországban, vagy éppen Kínában vállalnál munkát. Persze ez mind szép és jó, de kicsit álomszerű. Egy globális hatalom létrehozása legalább ennyi negatív következménnyel járna. Vegyük az első, talán legevidensebb dolgot, mi van akkor, ha rossz ember kerül a földi kormány élére? Habár a világ minden területének voksolnia kellene, a pozícióért folytatott kampány valószínűleg hasonlóképpen zajlana, mint a legtöbb választáson. Feltéve persze, hogy nem egyből egy autoriter diktatúra állna fel. Persze talán felesleges ennyire durva példákig menni, de a náci politikai hitrendszer alapja is egy globális kormány felállítása volt. Ha jól sejtem, mondanom se kell, hogy a lezajlott népirtásnál is messze nagyobbhoz vezetett volna, ha megvalósítják. A demokrácia teljesen eltűnt volna, és az ideológiájukat az egész világra rákényszerítették volna. Egy fokkal talán kisebb, mégis önmagában elég nagy gond lenne, hogy a nacionalizmusnak is nagyjából búcsút kellene intenünk, bár ez nem feltétlen igaz. A világon egy kisebb csoporthoz való tartozásunkat és az eszméinket akár hosszú távon is megtarthatjuk, mert bizony nem szükséges létezni a Magyarországnak ahhoz, hogy azt mondjuk magunkról, mi magyarok vagyunk. Nem is kell olyan távolra menni példákban, elég csak a már rég kivándorolt magyarokra gondolni. A nemzethez tartozás ugyanúgy megmaradhatott bennük anélkül, hogy Magyarországon élnének, vagy éppen dolgoznának.
De van egy ennél talán fontosabb aspektusa is a dolognak. Az adott nemzethez vagy éppen országhoz tartozás mindig is segítette a kultúra és a technológia fejlődését. Méghozzá azért, mert az országok folyamatosan versenyeztek egymással. Gondolhatunk itt akár az USA és Oroszország közti űrversenyre a hidegháborúban, amikor a két ország azon versengett, hogy melyikük tud hamarabb jobb technológiát fejleszteni. Így jutott el az emberiség a Holdra, és küldtük fel az első műholdat is. Ha nem léteznének különböző nemzetek, akkor egymással versengő országok sem, és valószínűleg megállna a fejlődés, de legalábbis lelassulna. Ugyanez lenne igaz a sportversenyekre is. Persze egy országon belül is jó érzés sikereket elérni, de egy másik nemzetet legyőzni sokkal nagyobb eredménynek számít. Csak a foci VB a világ legnézettebb sporteseménye. A nacionalizmus hiánya viszont nem feltétlenül csak rossz dolgokkal járna együtt. Valószínűleg megszűnhetne a rasszizmus, nem számítana a másik származása, egyszerűen csak elfogadnánk a kulturális és vallási különbségeket. De persze attól, hogy egy országhoz tartozunk, még ugyanúgy lehetnek az emberek rasszisták és kirekesztők. A kisebb csoportok ugyanúgy léteznének, mint most az adott országokon belül, csak éppen sokkal nagyobb mértékben. Így igazából egy földi országgal csak azt érnénk el rövid távon, hogy országhatár nélkül utálhatják egymást az emberek. Pont ezért nem is felejthetnénk el a háborúkat, csak éppen országok helyett azok nemzetek, vagy éppen adott csoportok között zajlanának. Attól ugyanis, hogy hirtelen nem létezik Oroszország és Ukrajna, még a korábbi problémák ugyanúgy meghagynák a nyomukat. Csak hosszú idő, sőt valószínűleg csak több generáció után változna ez meg, és gondolnának az emberek egymásra másik emberként, nem pedig egy ellenséges nemzet, vagy éppen csoport tagjaként. De a lehetséges negatív következmények mellett van egy másik nagy ellenérv is. Egy világkormányt létrehozni nagyon bonyolult lenne, és több szempontból is szinte lehetetlen feladat. Rengeteg dologban kellene közös nevezőre jutnunk, és szinte teljesen átalakítani azt, ahogy az emberek berendezkedtek a Földön. Sőt, elképzelhető, hogy már csak a próbálkozás is globális konfliktusokhoz vezetne. Kezdjük az egyszerűbb dologgal, a beszélt közös nyelvvel, mivel nyilván egy földi országban egy hivatalos nyelvre van szükség, amit mindenki beszél. A sci-fikben se találkozunk általában több száz nyelvet beszélő űrlényfajjal, amikor az emberek egy másik bolygón landolnak. Akkor mi miért lennénk ilyen tagoltak a nyelvünkben? Jelenleg az angol dominál a világban, amit 1 milliárd 132 millió ember beszél a Földön. Ebből 379 millió anyanyelvű, a többiek második vagy sokadik nyelvként tanulták meg. Talán nem meglepő, hogy szorosan a második helyen a kínai mandarin áll, amit 1 milliárd 117 millió ember beszél. Ebből viszont sokkal többen, 918 millióan tudhatják anyanyelvüknek. Persze arányában a kínai lakosság nagyobb, és ez jól felhúzza a számokat, de az összkülönbség akkor is csak 15 millió ember, ami ekkora számoknál nem valami nagy. Szóval még az is elképzelhető, hogy mindenki neki ülhetne kínaiul tanulni, pláne ha az anyanyelv logikájával érvelnek. De a nyelv mellett azt is ki kellene találni, hogy mi legyen a közös pénz, mert nyilván egy nagy országban nem lehetne a mostanihoz hasonlóan sok valuta. A világ vezető fizetőeszköze ma az amerikai dollár, de mi van, ha Kína azt szeretné, hogy a yuan legyen? Vagy éppen az Európai Unió is beszállna a vitába az euróval? Még ha sikerülne is dőlőre jutni, hogy határoznánk meg, hogy a jelenlegi pénznemeket meddig fogadhatják el? Hogyan felügyelnénk az új közös valuta fizikai nyomtatását és elosztását? Erre persze szükséges lenne egy központi bank és egy központi monetáris politika. Ez két teljesen alap dolog, de már itt is látszik, hogy hatalmas fába vágnánk a fejszénket, ha egy országból álló világot akarnánk. És akkor még nem is beszéltünk részletesen a vezetőválasztásról, vagy éppen arról, hogy alakulna a világ részletesebb berendezkedése. Lehet, hogy igazából nem is az országokat kellene megszüntetni, csak a határokat, és létrehozni egy országokon felülálló vezetést. Ilyen lehetne az EU, vagy éppen az USA egész világra kiterjesztett verziója, ahol az országok akár rendelkezhetnének saját döntési jogkörrel is, de az igazi nagy döntéseket a földi kormány határozná meg. Egy szóval túl sok kérdés van, amire úgy tűnik, nem igen van válasz. De tegyük fel, hogy mindenben sikerül megegyezni, és zökkenőmentesen egyesítjük a világ országait. Egy olyan világban, ahol nem lennének külön országok valamilyen szinten, sőt, akár teljesen is eltűnhetnének az egyéniségek. Egyetlen kormány ugyanis csak bizonyos szintig korlátolt számú embertípus és csoport szükségleteit tudná kielégíteni. Ott vannak például a nemzeti ünnepek.
Nehéz elképzelni, hogy augusztus 20-át az egész világ nagy örömmel ünnepelné, nem beszélve arról, hogy kb. Minden második nap munkaszüneti nap lenne, ha az összes nemzet ünnepét megtartaná az egész világ. Persze, ha az országok és a nemzetek is egyszerűen megszűnnének létezni, ezzel nem lenne gond, de ez egy eléggé kivitelezhetetlen, utopisztikus ötlet. Más hagyományokkal és értékekkel ugyanez lenne. Egyszerűen nem tudnánk ráerőltetni mindenkire ezeket, így viszont a kultúrák odavesznének, és ezt a legtöbb nemzet valószínűleg nem fogadná el. Egy ilyen világterve hamar lázadásokat szülne, és ismét eljutnánk a háborúkig, a korrupcióig és a kulturális összetűzésekig. Csak éppen ekkor már nem országok, hanem kisebb területek és csoportok harcolnának egymással. Vagyis a vérontásnak nem mondhatnánk búcsút, csak éppen más skálán mozogna a dolog. Szóval az egész ötlet, hogy a Föld egyetlen országból álljon, papíron jól hangzik, de jelenleg inkább csak elméletben tűnik jónak. Ha végig gondoljuk a dolgot, erősen úgy tűnik, hogy lehetetlen lenne minden országot meggyőzni a pozitív oldalról. Egy hatalmas katasztrófa vagy egy közös ellenség, például egy ellenséges idegenfaj fenyegetése akár egyesíthetné is a világot, de akkor már valószínűleg túl késő lenne. Ha már külső fenyegetés, szerinted melyik aszteroidáktól kellene félnie az emberiségnek? Kattints a kijelzőn látható videóra, és tudd meg te is! Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.